A felújított Beledi óvoda átadása után nyitották meg a Beledi Pünkösdi Fesztivált. A műsorban az óvodások pünkösdi játékot mutattak be. A következő percekben a Beledi Általános Művelődési Központ óvodájának Búzavirág koszorú szakkör Pünkösdi Gyermekdalok című műsorát láthatják. Fogadják őket nagy szeretettel! Pünkösd napjára minden felébred, abba adja a lusta nyújtózkodást a világ, ember és állat párt keres. Gyong és zsibong az élet. Jól tudták a régiek, hogy ilyenkor meg kell állni egy pillanatra. A nagy nyári munkák előtt ünnepelni kell, köszönteni az új életet, imádkozni a bő termésért, gyermekáldásért. Erre szolgált a pünkösd a húsvét után 50. nap. Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje, minden egészséggel látogató ege, hosszú tojárókat könnyebb itt összele. Piros pünkös napja, holnap lesz, holnap.
Felkérem Major Jenő urat, Beled város polgármesterét köszöntő beszédének megtartására. Tisztelt ünneplők, elnök úr, polgármester asszonyok és urak, lelkészasszony, kollégák, vállalatvezetők, intézményvezetők, kedves meghívott vendégek, kedves belediek! Nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat városunk vezetése nevében a 15. Pünkösdi Fesztivál megnyitó ünnepségén. Köszöntöm Ákosfalva testvértelepül és polgármesterét és kedves feleségét, valamint a küldöttséget, és szeretettel köszöntöm Imei testvértelepülés polgármesterét és a küldöttséget. Köszöntöm az ünnepségünket megtisztelő díszpolgárainkat, Szalai Antal urat és kedves feleségét, valamint dr. Sóvári Győző urat és kedves feleségét. Külön is nagy tisztelettel köszöntöm ünnepi rendezvényünket megtisztelő, az országos és megyei közéletben kiemelten tevékenykedő, sorsunkat és érdekeinket képviselő kedves vendégeinket. Fenti mondat, immár harmadszor és ismét nem udvariatlansággal került, köszöntöm végére. Az elmúlt év fesztivál nyitóján megköszöntöm a városunkba érkező mintegy 200 millió forintnyi támogatást. Ezt ismét megteszem annak okán is, hogy tavaly esztendőben elnök úr és Hámori György polgármester úr, a megyei közgyűlés területfejlesztési bizottságának elnöke nem tudott rendezvényünkön részt venni. Utaltam tavaly arra is, hogy terveink megvalósítása nem lesz egyszerű feladat. Nos, talán nem túlzás, ha azt mondom, a helyzet tovább fokozódott. A kivitelezők túlterheltek, a korábban bárazott projektek a várnál is nagyobb mértékben drágultak, és ezzel jelentős önerőt igényelnek. Ennek ellenére most úgy látszik, hogy egyelőre álljuk a sarat, és fejlesztéseinket várhatóan meg tudjuk határidőre valósítani. S talán nem oktanul lehetünk büszkék az eltelt egy év óta megvalósult hosszú ideje ígért és várt fejlesztésekre. A közel 30 év után felújított és most befejezett ravatalozóra, a mintegy 50 éve készült járda lecserélésére a főutca kilométernyi szakaszán a Vicai városrészben, s végül az 5 évig romokban heverő óvodarész megújítására, részben bölcsődeként történő újjászületésére. Kedves vendégeink! Fesztiválunk 15 éves. Manapság, ha bármilyen rendezvény vagy esemény a következő vagy harmadik éven ismétlődik, gyakran használják a szerintem ott még túlzó, hagyományos kifejezést. A 15-re pedig sok helyütt ráragasztanák a jubileumi jelzőt. S talán a mai gyorsan változó világunkban mindezen jelenségek egy kicsit érthetőek is. Én azonban vagyok annyira konzervatív, hogy a jubileumi ünneplést meghagynám a kerek 20. évfordulóra. Másrésztről vagyok annyira optimista, hogy a pünkösdi fesztiválunk megéri a 20. évfordulóját. És természetesen vagyok annyira demokrata, hogy belediként akkor is büszke leszek a 20-ra, ha nem én szónokolok az ünnepi pulpitusról. Tisztelt ünneplők! Az elmúlt 15 év során rendezvényünk sokszínű eseményeit tekintve a megszokott állandóságok mellett évről évre történnek változások is. És itt elsősorban nem a mindig változatos, szórakoztató kulturális programokra gondolok, inkább a megnyitóhoz kapcsolódó ünnepi aktus apropójára. Az elmúlt 3 esztendőben díszpolgári címet és Beled városért emlékkérmet adományoztunk. A mai fesztiválnyitó ünnepségünket a frissen elkészült óvoda és bölcsőde átadásra teszi emlékezetessé. És nem megismételve az ott elhangzottakat, annyit mindenképpen engedjenek meg nekem, hogy én is megköszönjem minden közreműködő tevékenységét az elért megvalósuláshoz. A teljesség igénye nélkül meg kell, hogy említsem a 40 milliós állami támogatást, a tervezést, a kivitelezést, a műszaki ellenőrzést, az óvoda vezetése és közössége munkáját, a szülők segítségét, a városházi kollégák munkáját. És nem utolsó sorban megköszönöm még egyszer az óvodai dolgozók mostoha körülmények között történt közel 6 évnyi helytállását, valamint a szülők türelmét. Kívánom, hogy minden használónak, dolgozóknak, gyermekeknek és szülőknek hosszú időn keresztül megelégedettséget okozzon a már talán ideálisnak nevezhető megvalósulás. Kedves vendégeim!
Eddig szokásainknak megfelelően a fesztivál programja a megnyitott követően a Művelődési Házban megrendezett kiállításokkal folytatódik. Az ezt követő esti, illetve a következő két nap szórakoztató programjait, fellépőit igyekeztünk úgy kiválasztani, hogy mindenki találjon köztük ízlésének, kedvének valót. Most is lesz sztárcsapat, és szombaton és vasárnap is más-más stílusok kedvelői találhatnak maguknak programot. A szombati ismét népesnek ígérkező főzőcsapatok produkciójának elfogyasztása után ismét a helyi és környékbeli amatőr fellépőink egyre színvonalasabb teljesítményének tapsolhatunk. Nagy öröm szülőnek és nagyszülőnek egyaránt látni a gyermekek ilyetén irányú fejlődését is. Az úgynevezett civil rock zárásaként a tavalyi évhez hasonlóan a 20 éves ezüstfelnyő nyugdíjas klub dalköre a tavalyhoz hasonlóan idén is meglepetés műsorral készül. Végezetül meg kell, hogy köszönjem szervezőknek, fellépőknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek mindazon fáradozását és támogatását, amelyek hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. Az elkövetkező időszakban kívánok mindannyiunknak jó szórakozást, kellemes időtöltést. Köszönöm türelmüket! Szeretném kérni Osváth Csaba urat, az erdélyi Ákosfalva testvértelepülés polgármesterét, hogy mondja el köszöntő beszédét. Áldott pünkösd ünnepeket kívánok! Tisztelt jelenlevők, kedves belediek, kedves meghívott vendégek, engedjék meg a magam nevében, és Ákosfalváról érkezett küldöttség nevében mindenkinek nagy szeretettel köszöntsek, különösképpen köszönöm nagy tisztelettel a meghívást Major Jenő polgármester úrnak, köszöntöm őt és a kedves családját. Hasonlóképpen köszöntöm Kapuvár polgármesterét, hasonlóképpen a megyei közgyűlés elnökét, Imély település polgármesterét, a környék polgármestereit, a polgármesterhivatal munkatársait, minden barátot, közös ismerőst, és mindenkit, aki itt van vagy a elkövetkezendő napokban találkozunk. Előző beszédben elhalszott, hogy 15 éve szerveződik a pünkösdi fesztivál, ez tényleg így van. Egy annyival javítanék, vagy annyival bővíteném ki, hogy mi erdélyiek, Ákosfalva 18 éve van Beleden. Nem tudom-e azt, hogy szükség is van-e továbbra is erre a kapcsolatra, habár ugye túl vagyunk egy sikeres választásokon, országgyűlési választásokon. Sok ilyen-olyan hang elhalszott, és egy mai élményeimet azért mesélném el. Ma Bors Ártándi határátkelőn Vámos tiszt ellenőrzött, és ha visszaemlékeznek rám, régebbről szakállot viseltem. Mondta a feleségem, hogy Csaba, ezt azért meg kéne változtatni. Hát meg is változtattam, egy picit rendbe raktam a dolgokat. Azt mondta Vámos tiszt, hogy nem az vagy, aki a személyiden látszó. Mondom, ez így van, én egy magyar gyerek vagyok. Hová mentek? Mi Beledre megyünk. Oda miért mentek? Testvértelepülési kapcsolat, ápolás, találkozó, városnap. Pálinka van? Ma. Mennyi van? Mondtam, hogy annyi, mennyi kell. Hát, kedves belediek, kedves barátaim, mi magyarok vagyunk, mi székelyek vagyunk. Ne csodálkozzanak azon, hogyha van pálinka nálunk, ha van szalonna, vagy a székely ember a fagylaltós itt is bicskába eszi. Szóval én azt mondom, hogy a magyar ember bárhol találkozzon, bárhol járjon ezen a világon, szükség van rá. Én úgy gondolom, hogy Magyarországnak is, az anyaországnak is a külhonra szüksége van, és úgy gondolom, hogy ezt mi be is bizonyítottuk. Továbbiakban nem mennék nagyon bele a politikába, annyit szeretnék elmondani, hogy tudomásul vettem, de egyeztettem is a polgármester úrral,
az itteni dolgok menetéről, a fejlődésről, az óvoda felújításáról és több olyan projektekről, ami sikerült megvalósítani, piactér, stb. De tudomásom van arról is, hogy az elkövetkezendő időben sok kiírt pályázat van, és bízok abban, hogyha egy ilyen erős kormánnyal, egy ilyen erős háttérrel ezek a dolgok a fejlesztés alá is kerülnek és meg is valósulnak. Ehhez kívánok én jó egészséget, polgármester úr, kitartást, és minden lehetőséget arra, hogy ezek a dolgok meg is valósuljanak. A többi órákban, a napokban, hátralevő időszakra mindenkinek kívánok jó szórakozást, jó időtöltést. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetünk. De mielőtt leszállnék a színpadról, szeretnék egy ajándékot átadni a polgármester úrnak, és megkérném, hogy jöjjön a színpadra. Mikrofon közelbe jövök, mert az előbb azt mondtam, hogy szüksége van a Lanyaországnak a külhoni magyarra. Hát én ezzel is bizonyítom, hogy igen. Mi ottan ha bal oldalra, ha jobb oldalra húzódunk, mi szerencsétlen helyzetbe kerülünk. Mi meg kell maradjunk a Romániai Magyar Demokrata Szövetség keretén belül. És ottan kell megtaláljuk mi a megélhetést. Persze az nem baj, hogyha az anyaország nekünk segít. Csak szimbólumképpen, de ez valóságban is így van, tessenek megnézni, a magyar és a székely motivumok a Rákosfalvi polgármester hivatal tornyára van téve, ez nehezen mozgatható, mert nem könnyen érik el, jó magasra tettük. És ezzel szeretném megtisztelni. És bízok abban, hogy ez a kép, ez a festmény kellő helyét meg fogja kapni a beledi polgármester hivatalban. Áldását kérem a drága Jóistennek erre a napra. Minden jót kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget. Néhány szóval tényleg nem az időt húzván. Mutatom, tényleg az Ákosfalvi polgármesteri hivatal rögtön megtaláltam, és talán már akkor kitaláltam, hogy mi lesz a pitápog ábrázolni a festmény, amikor a hölgy kezében láttam, aki hozta az ajándékot. Nagyon szépen köszönjük, és természetesen méltó helyre fog kerülni a polgármesteri hivatalba. Csak azt szeretném még a sztorihoz hozzátenni, hogy az elmúlt év Ákosfalvi napjain hasonlóképpen én is egy képet, egy festményt vittem, polgármester úrnak ajándékba, amely a beledi városházát ábrázolta. És nem az a lényeg, azt mondatot szeretném elmondani, én azt tettem hozzá, hogy azért kapjátok, hogy ne csak akkor legyünk veletek, amikor itt vagyunk, hanem mindig a falon kiteszitek, akkor mindig úgy érzitek, hogy itt vagyunk veletek az év minden napján, a munkanapján. Köszönöm szépen! Felkérem Gyugos Ferenc urat, imány testvértelepülés polgármesterét ünnepi beszédének elmondására. Tisztelt vendégek, hölgyeim, uraim, tisztelt ifjúság, gyermekek, akik ma jogosan ünnepelnek, engedjék meg, hogy sok üdvözlettel köszöntsem Önöket, és szeretném átadni a önkormányzatok üdvözletét is erre a 15. évfordulóját ünneplő beledi pünkösdi fesztiválra. Én nekem a szólásom nem lesz olyan hazafias, mint a kollégámért, mert hála Istennek, hogy meddig nem tudom, de egyelőre még nálunk a magyarság úgy érzi, hogy megvan a lehetősége ahhoz, hogy kinyilvánítsa akaratát, óhaját, és nem akarnák cserélni a román kollégákkal. Nekünk is a román testvéri településünk Káplonyba, nem messze a határtól, július 7-én megyünk hozzák a 10. lapfesztiválra. De minden esetre szeretném tartani nekik, és drukkolok, hogy minél hamarabb próbálják magukat a fölsőbb pócokra helyezni, sajnos a politika ezt hozza magával. Tisztelt Hölgyeim, Uraim! A óvoda átadásra én itt akartam lenni, polgármester úrnak is köszönöm, hogy meghívott, mert ez egy olyan
tevékenységnek a eredménye, amely a legkisebbeket és a legidősebbeket is támogatja. A legkisebbeket azért támogatja, hogy kellő korhoz megfelelő körülményekbe fejlődjenek, ne penészes sarkakba aludjanak, ne olyan ételt fogyasszanak, amelyik nem felel meg a higiénának és a táplálkozásnak előírásaival kapcsolatosan. Nagyon szép konyhát láttam. Mi neki fogunk több mint valószínű, hogy a év iskolai végéhez, szintén a rekonstrukcióra 318 ezer euró van nekünk jóval hagyva, abból 5%-a önköltségünk. Sikeresek voltunk 2 év ezelőtt a pályázatban, és azért tettük, hogy a fiatal nemzedék jó körülmény közben nevelkedjen, és a idősebbeknek viszont azért előny, hogy meg vannak győződve arról, hogy a mai modern kor nem csak ezt az amerikai, azt lehet mondani, nem jót hozza ránk, hanem azt lehet mondani, hogy a nyugodtabb életük van a idősebbnek is, a nagymamáknak, szülőknek, hogy jó körülményben nevelődnek a gyermekeik. Ezt a oldalban nem tudtam elmondani, mert nem jelentkeztem. Ugye itt a szónokoknak a lelkes beszédjük engem fölinvitált arra, hogy ezt ki ne hagyjam a beszédemből, és még egyszer gratulálok. Ami illeti a közös kapcsolatainkat, szeretettel várjuk a beledélyeket június 23-án a e-mail napokra. Azt lehet mondani, hogy a e-mail község sikeres volt egy projektben, amelyik a 7 testvéri településnek, a kultúrának, a gasztronómiának és az emberek közötti kapcsolatoknak erősödésére van összpontosítva. 14-en voltunk Szlovákiában, sikeresek lettünk ebbe a Tall Twinning projektbe, és mi is közé tartozunk, úgyhogy szeretettel várjuk a beledieket. Engedjék meg zárószóba, hogy még egyszer megköszönöm, meghívtak. Bízok benne, hogy a következő évek is sikeresen fognak végre menni. Senkinek nem történik semmi baja a következő napokban. Se a gyermekek nem sérülnek, se a férfiak, se a hölgyek, és egy jó pünkösdi fesztivált fognak zárni majd a beledíjak. Ehhez kívánok mindenkinek sok erőt, egészséget, és köszönöm, meghallgattak. Kedves vendégeim, hallgassuk meg a Beledi Általános Iskola kórusát. Felkészítő tanárok Vaskoröné, Kótai Szilvia. Bának, mint két partja, de sáros. Közepébe se jel haj, fehér hattyú leszállott. Az és se jel haj, szállott a közepébe, hogy a párját kicsalja a szélére. Végig megyek a Beledi fő utcán. Betekintek se jel haj, kis angyalom ablak.
Megköszönöm a gyermekeknek ezeket a gyönyörű dallamokat. Felkérem az egyházak vezetőit, Ihász Beatrix evangélikus lelkész asszony, Smudla Tamás római katolikus plébános urat, hogy áldja meg a 15. beledi pünkösdi fesztivált és résztvevőit. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm minden vendégünket, szeretettel és tisztelettel köszöntöm a beledieket, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt. Azt a meghívást kaptam, hogy áldást mondjak. Nem különleges dolog ez lelkész lévén. Azért én a pünkösdhöz kapcsolódóan két igét is hoztam még önöknek. Az egyik Zakariás próféta könnyéből való, a másik pedig a Filippi beliekhez írt levélben. Ez a két ige vezessen minket ezeken a napokon. Az egyik ige, tehát Zakariás próféta könnyéből való, természetesen a pünkösdhöz köthető mind a kettő ige, az ige üzenete. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel mondja a seregek ura. És a másik ige a Filippi beliekhez írt levélben. Szívleljük meg ezt mindannyian. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. És most az áldásra kerül sor. A mindenható Isten, aki kezében tart, és áldásával véd, vezessen továbbra is minket. A Fiú Isten, aki szeretetével mellettünk áll, támogatásával kísérjen továbbra is minket. A Szentlélek Isten, aki szívünket újongásra és ajkunkat éneklésre készteti, legyen mindig a mi vezetőnk. Amen. Egy rövid gondolatot említenék. Az egyházatyák írásaiban szerepel a csónakos példa, amely azt mutatja, hogy a csónakos ember a saját erejéből kimegy a vízre, kievez, húzza az evezőt, de készenlétben is áll, és ez az ő készenléte azt jelenti, hogy ha egy kis szellő támad, szél indul meg, akkor gyorsan a vitorlát fölhúzza. Ilyen a Szentlélek, hogy hátszelet ad nekünk. Emberi erőlködéssel alig ha tudunk igazán szeretni, még kevésbé kitartóan, odafigyelni másokra, az ember tapad az önzésében, önmagához, nehéz ezt legyőzni. A Szentlélek segít bennünket, ad egy lendületet, és fölemel, fölfelé irányítja a tekintetünket, betölt a szeretetével. Ezt jelenti a pünkösd vagy a pünkösdi készületünk, mi is legyünk éberek, figyelmesek, így tudunk készülni itt a pünkös küszöbén. Másrészt meg kellenek az igyekezetünk is, kell hozzá a jó tettek. Egy fiatal, azt mondta egy felnőtt fiatal, hogy nem érzi Isten szeretetét a lelkébe. Úgy érzi, hogy nincs öröme a hitben, a reményben, pedig hát annak az a lényege, hogy a szeretetben éljünk. És akkor azt mondta neki az illető papja, hogy tudod mit? Te is figyelj, mint a csónakos példában is figyelnünk kell, vagy ahogy Sámuel figyelt Istenre, készen volt. És az öreg Héli mondta neki, hogy ha legközelebb hallod a nevedet, a hangot, Isten hívását, akkor mondd azt, hogy itt vagyok, Uram. Szólj, Uram, hallja te szolgád. Ismerik ezt a bibliai történetet, szentírási történetet. Mi is erre törekedjünk, és ez a fiatal kereste az alkalmat is, amikor a villamoson leszállt egy idős néni nagy batyukkal, akkor ő is gyorsan, mikor lelépett, utána ment és mondta, nénike, segíthetek? Átvette a csomagokat, és egy darabig elkísért ezt a nénit. És aznap este elmesélve mondta, hogy bizony jó érzés volt a lelkében, a szívében, mert tudott segíteni. Szentlélek Isten segítsen bennünket, vezessen minket. Egy kis imádságot olvasok fel ehhez. Kérünk Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunkat és munkánkat
veled kezdjük és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük Krisztus, a mi Urunk által. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Felhívom nézőnk figyelmét a Beledi Pünkösdi Fesztiválon készített felvételénk összeállításának második részét jövő heti adásunkban láthatják.